védkeiteket, bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek te világ életmódja szerint, igazodva a levegő diadalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követjük a test és érzékes hajlamait, és a parancs fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többi. De Isten gazdag lévő tilkalomban az ő nagy szeretetét, amelyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a védkek miatt, életet keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségünk. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába küldetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő kegyelmének mérhetetlen gazdagságát, irányunkban a jogságából, Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen. Mert az ő alkotások vagyunk, akiket közösségünkben jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a testvéreket, és fogom a Budapest Pasai Úri Gyülekezet testvéri köszöntését is. Hálás vagyok Istennek, hogy együtt ünnepelhetünk ma, és együtt hallgathatjuk az ő igéjét. Ma van 493 esztendeje annak, hogy a hagyomány szerint Luther Márton a Wittenbergi Wartburg kapujára kiszögezte, híres nővára 92. Innen számítják a 16. századi egyházmegyek. Nem írt tőle semmi újat azokban a tételekre, pusztán arra törekedett, hogy visszaigazítsa latin szóval reformálja az akkori egyház tanítását és a hívő életet a szentíráshoz. Aztán lassan kikristályosodtak a reformáció legfontosabb mondani valói, mindenekelőtt egyedül Jézus Krisztus érdeklődőt kaphatunk üdvösséget, egyedül a szentírás tekintjük Isten hiteles önkijelentésének, egyedül Isten kegyelméből remélhetünk bűnbocsánatot és örökéletet, és ezt egyedül a hitünkkel tudjuk komolyan venni, megalkadni, magunkévá tenni. Aztán Kálvin János még hozzátett a ötödiket, hogy mindezért egyedül Istené legyen a dicsőség. Szólít felünk még. Ami évszázadok alatt reformálódott, azt a reformátort törekedtek visszaigazítani, ahhoz, ahogy az Isten nekünk előírta a Szentírásban, és ezért is nevezték az első református gyülekezetet a Váradi Isten igény szerint reformált eklézsiát. Milyen szép ellenes. És ezért van szükségünk arra, hogy újra és újra minden reformáció, torzulás, ami végig kísérni sajnos az életünket és az egyházak életét is, visszaigazítsuk az eredetihez, Isten igazi igényéhez, a Szentíráshoz. A deformáció lényege Luther és Kálvin idejében az volt, hogy egyre inkább az ember és az ember teljesítménye került a középpontba. Ezt sugallta a korai humanizmus is, de az egyházban is egyre természetesebbé vált az, hogy az ember bűnösségéről volt szó, arról
aztán az emberi fantázia megpróbálja kiegészíteni, vagyis elborzítani a Szentírás kijelentéseit, aztán Jézus mellé oda kerülnek a szentek, mint közvetítő Isten és emberek között. Már a közbenjárólá lépett elő, megint egy ember kapott nagy jelentőséget és fontos szerepet. És általánossá vált egy szemléletben, hogy tulajdonképpen meg tudjuk mi oldani a problémáinkat. A lelkünket is. Isten nélkül is el tudjuk intézni a szükség kérdését. Arra kell figyelni a vallásos embernek, hogy tisztában legyen kötelességeiben, és ha jól teljesít, akkor remélhetik, hogy minden rendben lesz. A bűnbocsátó cédulák árusai így jönnek ők fortékáinak, mihelyt a pénz a versenyt újt, a lélek a tisztított ügyből sokat. Elintézzük ezt. Megvannak a módszereink, megtaláljuk az eszközöket. Most ebben az ember központú világban ragyogtatták föl a reformátor újra Jézus Krisztus személyét és az ő tetteit. Jézus Krisztus isteni személyét egyenlátságát és az ő váltság művének önmagában is elégséges jelentés. A reformátorok rámutattak arra, amiről valamit is hallottuk, hogy az ember semmit nem tud teljesíteni, ami Isten mércéjének megfelel. Lelkileg az ember teljesen tehetetlenné vált a bűn miatt, olyan, mint egy kulcs. Bármilyen bátor hangzik is, ez van a szemben. Az Isten ellen föllállt ember lelki értelemben halottá vált, nem tud tenni semmit önmagáért, nem tud teljesíteni, produkálni, felmutatni semmit, amit az Isten megtalálni, vagy amire ő neki valami jobban választani kellene, de nem is kell eljönni, mert Isten mindent megtett annak érdekében, hogy az ellene való lázadásunk során elveszett igazi életet visszakaphassa. Csak hogy ez az élet egy személyhez való. Jézus személyhez. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg. És akinek Jézus Krisztusban igazi, működő, valódi lelki közösségre a hitáltal, az él. És az képes Istennek engedelmes cselekedetre produkálni, az már gyümölcse lesz annak, hogy kapcsolatba kerül. A reformátorok hangsúlyozták azt, ami végig gondol a Szentírás, hogy Isten az embert nem megjavítani akar, mert egy halottan hibába biztatva nagyobb teljesítmény. Isten minket újjászűrünk, új élettel megajándékozott. Olyan jellemző az, hogy Jézus Krisztus egy nagyon gyerek, köztiszteletben álló, kertvallású férfinak mondta azt, hogy értsd meg, hogy neked is szükséges újonnan születni. És a Biblia eredeti szövegében, ha betűszerint fordítjuk, az van, hogy onnan felülről kell kivajulni a fenned egy új életet. Valami mennyeinek kell belekerülni a elrontott szívedbe, és akkor elindul egy új élet. Ez a szív reformáció. Szívben az ókorban az ember egész szellemére, egész belső világát érdekli, nem csak az érzelmet. Újonnan kell születni az embernek, vagyis Krisztus élete indulhat el egy ilyen deformáló, Istentől elszakadt messzesodródó ember, akiké mindig várjuk. A reformátor ennek a szívreformációjának, az újjászületőjének a lehetőségét és a szükségességét hangsúlyozták. És akinek az életének megtörténik, annak ebben lehetőség.
akik halottak voltatok vétkeiteket bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint. Hiszen mindnyájan testünk kívánságaival követünk a testünk hajlamait, és halacciai voltunk ember természetünk szerint. Aztán később még egyszerzeti ezt az apostol, és azt mondja, hogy ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Isten nélküli reménység nélkül éltetek a világban. A Biblia azt tanítja, hogy ebbe az állapotba születünk bele minden. Amikor édesanyánk a világba hozott, egy ilyen helyzet tette meg. Isten nélkül, Krisztus nélkül, megoldás.
hogyha most jól értjük, van a Bibliában erre a talás, nem is ilyen hétköznapi nyelven mondja, akkor az történik, hogy az Úr Jézus odaállt az Atya elé, és azt mondta, hogy Atyám, és most bocsássatok meg, hogy személyeskedetlen ott belemek magamon. Atyám, ne kérjen a pokolra menniet ennek a nyomorult cserikánának úgy, ahogy megérdezik, hanem én lemegyek a helyet. Mindazt a bűnt, amit ő elvett, neked tűnnek, és az ő tüntetését rajta hajtsvédre, neki pedig kegyelmezni. És az Atya elfogadta ezt az ajánlást. Ezért hagyta el az egyszerű fiút keresztet, ezért kellett tölti átadni, hogy én is tudom, mert én is ott ültem a fokolban, amikor neki az Isten fiának át kellett élni az Isten fiának el. És mindez miattam, és miattunk ültem. És amikor Jézus a kereszten utolsó szavát kimondta, elvégeztetett, akkor elvégeztetett minden ember Isten szerint igazságos büntetése, és elvégeztetett minden Krisztusban hívő jogerős felmentése. Ez a szívem, és ez volt a reformátor leghangsúlyosabb tanulsága. Mert ez adta a tehetetlenségével küzdő embernek reményt, és ez ad, ami életünk minden kérdésére igazi, Istenről elkészített megoldást. Aki azt hiszi, hogy Jézusnak ez az áldozat, személyesen őre jár és kérdényes, és mivel Isten az ő ítélet, Jézuson hajtja tekintet, rajtunk már még egyszer nem hajtja végre, azt a tenni a tizedik versen hangzik, mert az ő alkotása vagyunk,
akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Aki így a lelki halálból új életet lát, aki újra kapcsolatba kerül Istennel, egyszerre fölismeri, hogy milyen cselekedeteket készített el neki Isten. És akkor már elkezd Isten akarata szerint neki kedves módot élni az ő dicsőségének. És erre akkor már képesség is van. De ne felejtsd el, nem ezekért a cselekedetekért kapja majd egy szív fizetségként, hanem megkapta az üdvösséget ajándékba, és hálából kész és képes azt tenni, amit Isten elkészített. Még a jó cselekedeteket is Isten ajánlása, amiket előre elkészített Isten, hogy azok szerint és az ilyen ember életében ebből a minden döntésből egy sűrűen vagyiség van. Mi morál, hogy mindig a hitnek a gyümölcse. Ezért mi átadom az, amikor próbáljuk megjobbítani az ember életét. Próbálj már így másképp gondolni. Szedd már össze magad a kis szerességeket most. Nem, nem. Az gyümölcse. Azt valaminek meg kell jelölni. A halott nem képes sem szeretni, sem másokról tudni. Amikor ezt a Krisztusban kapható új életet valaki hittel akkor működnek újra a lelki közlése. Számomra olyan gyönyörűség, és tele van a szívünk, Isten dicsőítő, hálaadó imádsággal, amikor látom embereknek ezt a lelki feltámadást, hogy addig tényleg olyan volt, mint egy hang. Magyarázhattam, amit akartam, tehát ezt mondja a kívül. Hát legalább otthon ne bántsátok már egy. Hát aki ott látom a legszebb. Meg legalább minden halljuk már, így is olyan kevesen vagyunk, és olyan sok az lehet. Legjobb esetben elvileg egyet érzünk. De nem tudom, hogy akkor. Főleg nem tudom, hogy hazudnám, és igazi, miért a hatunkát. Nem hall. És nem hall meg az igéből sem, az igéből sem, sem. Kijönnek ezek a testvérek, a templomból, megállapítják, hogy már megint nem volt elég meg. Vagy miért így járt a szemben, ablakban, tehát ennyi maradt meg egy részben. Amikor meg föltámad, akkor sorolja, hogy te, nekem az Istenben azt mondta. Mi mondta? Hát nem úgy szívírom prédikát, jó, azt prédikát. De nekem Isten azt mondta, hogy, és konkrétumokat tud mondani az én. És nem tesz meg valami rosszat, amit már elhatározott, mert megértette, hogy az nem egyedül is nem. És megtesz olyat is, amit magától soha nem tett volna, mert az áldozatot jelent, mert az meg egyezik Isten akartával. Mert én. Hiszen amikor Jézus a kereszten meghalt, szinte szét osztotta a benne hívőknek a maga életét. Erről beszél a Biblia. És aki egy kicsit is kap ebből, az lelkileg engedett, ideges életbe kell. Aztán leírhatja ugyanez az apostol, hogy most már élet, de nem élet, hanem él bennem a Krisztus. Ezek nem kegyetlenek a fordulatok, hanem ezek a hétköznap gyakorlatában hátul halott. Már nem halott lelkileg, hanem él. Élni Isten gondolatai, komolyan tudja venni, örvendőnek, engedelmesen és hitelesen másoknak is erről beszélni. A szomorú valóság azonban az, hogy minden olyan sokakat hallottam már, hogy a kézzel látva a kézzel adnára, már a vértességben mutatom, hogy hát ember vagyok én, hát mi az, hogy tehetetlen vagyok a jóra. Hát tettem még már sok jóból, nem csak volt jóból keresztül. És hát egyáltalán, ezt kérdezem még a jó Isten. Ugye miért távol áll a gondolkodásokat, hogy lelkileg halom vagyok, csak az életet érdemelni, de ő nem azt akarja adni, amit megérdemel, hanem kell.
igényéhez kész, végtelen tőlem, újon és újon igazi nekünk. Bárcsak lenne minél több Isten igénye szerint lefajta, így ember, az ilyenekről mélyülékenekről Isten igénye szerint lefajta, gyülekezetet, az ilyen gyülekezetet tartottam, Isten igénye szerint lefajta, egyházat, és az ilyen egyházban sok olyan állás ebben a világban, amelyik tele van lelki halottakkal, akik nem tudják, hogy a halott fiai és az ítélet várja. Pedig Isten mit is csinálja. A reformáció ne csak visszaemlékezés, állás visszaemlékezésre nyitjon, hanem mindig csak arra is, hogy igazi életünk dolgát, olyan mint Isten igényéhez, és majd meglátjuk életet. Egyenlő mindent változtává, világosságra, sötét világra, sóvá, hovászra, így könyörgünk hozzá nemzetünk, népünk, jövőjét,